sem kamerám, sem semmim nincs, úgyhogy mindenki akadályoztatva lesz, de szívesen leírom, hogy el kell engem képzelni egy számítógép előtt. Előttem van egy RodenT, USB és nagymembrános mikrofon, bármit jelentsen is, ez zárója bezárva. Jobb oldalamon van egy számítógép, egy nagy toronyház, és ebből állnak kifele különböző de, de rótok. Most, de most nincsen kivetítve Nincs, nincs. Így van. Így van. Természetesen majd lesz kivetítve, de azért mondom a képleírást, hogy mit kell elképzelni. És mellettem jobbra, ha bár lenne videókamerám, akkor se látszana, van egy nyomtató. Kicsit szarkasztikus volt a kezdés, de gondolom, hogy egyértelmű volt ebben egy kicsit a poén, és hogy kaptam is a, ugye az észrevételt, hogy nincs kivetítés, nincs nem is lesz, illetve ami lesz, az sem lesz képes de majd mondjuk, hogy mit kell elképzelni. No, nagyjából ezt jelenti tulajdonképpen a webes akadálymentesítés, vagy a mai irodalmi nyelven megfogalmazott különböző mondjuk akadálymentesítési kísérlet, hiszen, hiszen ugye az alapvető, amennyi ismeretem van a gyógypedagógiából, ugye a látássérült ember általában azt arról tud, vagy azt veszi észre, amihez viszik, vagy amit odavisznek hozzá. A többi az csak egy közvetett történet. Na most ugye kérdés az, hogy ugye a virtuális szférában, úgymond, hogyan lehet ezt ezt megoldani. Ugye erre találták ki ezeket a különböző képleírásokat, és hát tulajdonképpen aki, aki nem is tudott elképzelni engem, mert a büdös életben nem látott, az valamit elképzel, de vajon Ebből a, mondjuk úgy, hogy hála 100-120 emberből, aki itt van, vajon hányan képzelték el ugyanazt részleteiben ugyanúgy? Valószínűleg, hogy egy ember sem képzelte el ugyanazt ugyanúgy. Ugye a képleírásoknál, és akkor utána haladunk egy, egy kicsit a gyakorlat irányába, ugye a képleírásoknál ugye ez a legneccesebb dolog, vagy a legproblémásabb dolog, főleg a webes alkalmazásoknál, ami hát nem fejlesztői feladat, hanem hanem ez egy külön szakember talán, aki, aki, aki erre hivatott lehet. A különböző képleírásoknál nem a részletessége, vagy nem az, hogy hogy, részleteiben megtudjuk, hogy mi van egy adott képen, hanem inkább az, hogy mi a funkciója annak a különböző képnek. Tulajdonképpen ez az egyik, ez az egyik legsarkalatosabb dolga vagy, vagy problémája a weboldalaknak, hogy tulajdonképpen Amire egy látássérültnek, és én hát lévén látássérültként használom a számítógépet, de, de ha bármilyen más fogyatékosságot is figyelembe veszünk, vagy más akadályoztatottságot, ahogy itt Zsolt kollégám ugye utalt erre a kis nüansznyi dologra. Az az érdekes, hogy ezeket az akadályoztatottságokat igazából, hát hogy mondjam, ami a lényeg ebben az, hogy gyakorlatilag az akadályoztatottságot úgy kell megszüntetni, hogy a használhatóság rovására ne menjen, hanem inkább a használhatóságot segítse ehhez, mivel én nézegettem azt, és én készültem egy, egy igen szakmai anyaggal, amit nem biztos, hogy teljes egészében szeretnék lenyomni mindenkinek a torkán lévén, sajnos, mert jellemző az ilyen konferenciákra, hogy, hogy az érintettek szép számban jelen vannak, de, de akiknek ez igazán szólna, akiknek ez nincs köze, hát ők sajnos valószínűleg, hogy kevesebben vannak itt, talán nincsenek is. Mindenkit valamilyen szinten ugye érintett ebben a témában. Úgyhogy maradván ennél az akadálymentes ö, ö, megoldásnál, és akkor remélem, hogy nem fogok mindenkit elődözni ezzel, inkább módosítanám én arra ezt a, ezt a rövid kis előadást, hogy ö, akár a látássérült, vagy mozgássérült, vagy akár siket ember is... Ö, maga az érintett is, közre tud működni különböző weboldalak akadálymentesítésében, ha bár ugye adott weboldalaknál ugye a látás hiányában kevésbé lehet képet, mondjuk beilleszteni, erre mindjárt mutatom is a példát, hogyha én megosztom a képernyőt, illetve a hangot. Ugyanis a legnagyobb probléma az általában az a, a különböző fejlesztőknek, hogy, hogy hogyan lehet elképzelni, és én elég sok helyen dolgoztam akadálymentesítési tanácsadóként különböző honlapoknál, vagy fejlesztéseiknél, és hát a legnagyobb problémát a fejlesztőknek mindig az okozta, hogy az, az még úgy, tehát ami látványos, az, az, az látványos. Tehát a, a betűméret, a kontraszt, a mit tudom én mi, a hú, az legyen kicsit nagyobb, legyen kicsit élesebb. Na de hát mi van a képernyőolvasóval? Ez egy megfoghatatlan dolog, főleg egy olyan fejlesztő számára, aki bekapcsolt monitorral használja a számítógépet, és lámlám -lám már probléma volt, hogy nincs kivetítve semmi, már bocs, ö, ö, a, a, így a, a visszatérő momentumomért, de de hát valóban, akkor ez ez, ez egy baromi egy probléma. És a tapasztalatok egyébként meg azt mutatják, hogy a legakatályozottabbak azok a látássérültek, hiszen ők nem a számítógépet közvetlenül, hanem, hanem közvetetten használják egy képernyőolvasó segítségével. Ez azt jelenti, hogy a monitort, illetve az egész gépen való kapcsolatot egy szoftver helyettesíti. Magyarországon hát három képernyőolvasó szoftver érhető el, ugye az egyik a Jaws for Windows, a másik az MVD, illetve a harmadik, ami be van építve a Windowsba is. Ezt szoktam mondani azoknak a fejlesztőknek, akik ö, még nem találkoztak így mondjuk képernyőolvasó szoftverekkel, hogy próbálják ki a Narrator nevű programot, ez a Windows 10 be benne van, és gyakorlatilag ezzel elég jól talán legalább az alapjait annyira megismerik, hogy tudják azt, hogy, hogy egyáltalán miről is beszélünk. Ezt próbálom én most bemutatni, és inkább talán a látássérülteknek, akik itt többen vannak, ahogy én itt néztem a listában, megpróbálni egy kicsit ízelítőül kedvet csinálni ahhoz, hogy nem olyan bonyolult ez a HTML, vagy ez a webes szerkesztés, mert most hangban fogunk tulajdonképpen, majd mindjárt látni is fogjátok egyébként itt a képernyőt, aki lát, de, de igazából itt a hang lesz az érdekes, a képernyőolvasó különböző felolvasó funkciói, és bizony html vagy weboldalt úgymond lehet szerkeszteni látássérültként is. Persze nem elkerülhetetlen az, hogy, hogy, hogy látósegítő mondjuk egy képet ö, helyreigazítson, vagy ö, különböző ö, ö, hát formázási ö, feladatokat lásson el. Mert amit én most mutatni fogok, az egy olyan pucér web, ezt én magam gyártottam le egyébként így ma reggel, és el is fogok kárhozni szerintem, ha itt ezt egy-két HTML-t ismerő meg fogja most nézni a kódot is. De a képernyőolvasó tulajdonképpen nagyon jól működik, akkor is, ha nincs mögötte CSS, nincs mögötte formázás. Ha a képernyőolvasó számára megfelelő formában jelenik meg egy, egy adott weboldal, egy úgynevezett HTML, ez egyébként egy sima szövegfájl. Érdemes egyébként, akinek van kedve és otthon képernyőolvasója is, például az nyugodtan már megnyithat egy jegyzettömböt, tömböt, és ő csinálhatja így velem együtt is a dolgot. Megpróbálom most megosztani így a képernyőt, illetve ami fontos, az magát a hangot is. És most elvileg már hallható, ugye a A nagybetűzár bekapcsolva, a nagybetűzár kikapcsolva, és kérdezném ezt, hogy hallható-e? Halkan, de halkad, hallható. Uh -huh. És most? Most is ha... ugyanolyan. Hall... Uh -huh. Vegyük kicsit hangosomra. A ha, szép. ezt a sztenót is belőjük. Tart egy szerencs, ha kilépés a menü, Ö, most? mert nagy bekapcsolva. Nagybetűzár betűzár kikapcsolva. most jó. Jó, szuper, köszönöm. Tehát, ö, és mutatom is a képernyőn. felé volt. közben itt nyitva volt egyébként. Tehát a weboldalak ugye úgy működnek, hogy a látásérőt billentyűzet segítségével használja a számítógépet egyébként. Egérfére van téve, hiszen az, hát az nem igazán működik. Sőt, hogyha az ember véletlenül arrébb húzza, vagy rá tapod egy kicsit, akkor csak problémákat okoz. Ugye a olvasóból már hallgatunk. Szombor, így a le a én értem, de lehet más nem fogja, pont, pont, pont. Köszi szépen. Lassabban, lassabban. Így jó lesz? Lehel nagy has lefthemelting. Lehel nagy elhagytott minket. Így akkor a sebessége jó lesz, vagy egy kicsit még lassabbra veszünk. Lassabban. Ö... Ismerett terjesztő workshop gondolatjel akadályok nélkül. Ez például ez a weboldal, ahol most itt vagyunk ezenek a konferenciának a weboldala, és tulajdonképpen, ha a nyilakkal olvasunk. Ugrás a főtartalomhoz gomb, meglátogatott hivatkozás kezdőlapra hugrás akadályok nélkül. Ugye olvassa, ugye az első az volt, hogy ugrás a főtartalomhoz, gomb. Ugrás a főtartalomhoz, ugye ez egy gomb, ugye, ezzel lehetne a főtartalomhoz ugrani. Tehát ugye ezek a különböző segítő, mondjuk úgy. hogy linkek vagy hivatkozások, ezek tulajdonképpen ezt a képernyőolvasót segítik. És igen csak telik az idő, miközben én meg sem mutattam, és akkor erről most én gyorsan át is váltanék. Amit én mutatni szerettem volna, és erre valószínűleg nem lesz alap. Ezt a képernyőt, hogyha megnézzük, és megpróbálom teljes méretet teljes méret, nem ér, kilép. Próba, próba. Ez egy próba honlap, ez egy teljesen pucér weboldal, ilyennek ki nem áll az ember. És ettől függetlenül, ha a normális képernyőolvasó számára értelmezhető parancsokkal, vagy, vagy vagy szerkesztési utasításokkal látjuk el, akkor tulajdonképpen a látásérőteknek ez egy teljes értékű ö, ö, weboldal. Viszont, hogyha ezek az utasítások, vagy ezek a szerkesztési módok nincsenek benne, akkor teljesen használhatatlan lesz maga a weboldal. Most akkor figyeljük csak egy kicsit a, 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 ezt a, a, weboldalt, hogy mennyi idő pedig ha elsőre rá tetszik nézni, ugye egy látóember erre ránéz, körülbelül ez idő alatt már 50-szer eldöntött, hogy ez egy bócska honlap, de átlátta az egészet. Viszont egy látássérültnek innentől kezdve ennyi időbe telik. Próba honlap. Logó ábra. Navigálási no régió. Második címsor szintfőmenü. Lista három elemű. Lassabba Lass, a lassabban, más értsük. Második címsorszint, menü, főmenü. menü ugye? Lista három elemű. Lista jel hivatkozás bemutatkozunk. Lista jel hivatkozás áraink. Lista jel hivatkozás elérhetőségek. Lista vége. Navigálási régió vége. Harmadik címsor szint keresés. Keresés. Itt ugye a keresési mezőnk próba honlap, kere első címsor, keresés gomb. Itt a keresés gomb. Első címsor szintű oldal. Üdvözöljük látogatóinkat. Pont, 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 Még semmilyen tartalom nincs, mert csak üdvözöltük a látogatóinkat, meg egy főmenüt végignéztünk. Már egy perc eltelt, és még semmit nem találtunk meg a weboldalon, csak fölfedezzük. Úgy tűnik, hogy a következőről van szó kettős pont szomstrusztionof a nef, home, Arc, jól, hogy bolyanud. Úgy tűnik, hogy a következő látható Hú, hát itt rajta Van direkt nem adtam neki címkét, míg a tetén, hogy adtam egy olyat, hogy logó, akkor ki is mondta, hogy logó. Hát itt nem ezt mondja ki. Cikk. Első címsor szint hivatkozás konferencián jártunk. 2022. április 19-e. Hú, itt vannak a hírek. Reméljük mindenki jól érezte magát. Cikk vége. Első címsor hivatkozás jövő héten konferenciára megyünk. 2022. április 12-e. Reméljük mindenki jól fogja érezni magát. Lábléc navigálási régió. Második címsorszint szint lábléc. Hivatkozás elérhetőségek. Hivatkozás adatvédelmi nyilatkozat. Lábléc navigálási régió vége. szopirik 2022. Szopirikt 2022. Szopirikt 2022. Aha, 2022. már nincs tovább. Na, ez a rövidke kis, igen primitíve oldal, ez ennyi időbe telik, amíg végigolvassa az ember ezt képernyőolvasóval. És mivel kevés az időnk, pedig én arra gondoltam, hogy hát, ha esetleg tudunk valami olyat is csinálni közösen, ami... Ami talán érdekes lehet, hogy a látásérültek számára egy kicsit megmutatjuk azt, hogy nem bonyolult ez a HTML szerkesztés, ugye ez egy szövegszerkesztő nyelv.

és ö, hallgassunk csak bele így a magába a kódba. Ez gyakorlatilag a megjelenő kódunk. Ugye böngészőben megjelenő kód, az egy sima szövegfájl, ami például így néz ki. Kisebb HTML nagyobb, lass, 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 lassabb, gyors, kisebb head nagyobb, kisebb title nagyobb, próba honlap, kisebb per titlen, nagyobb, kisebb per head nagyobb, Kisebb, bodi, nagyobb. Nem fogjuk végigolvasni, nem kell aggódni. Kisebb, header, nagyobb. Kisebb, bing, egyenlő, misztikum, színpad, pont, jpg, alt, egyenlő, maska, töröm, logó, maska, köröm hegyenlő egyenlő, húsz helyik. tegyenlő, harminc, nagyobb, mezősi, tamás, has, left, hemeting, Mez Tehát tulajdonképpen, ö, ugye itt az elsőnél egy img van, tehát ez a misztikum, színpad, jpg, itt az alt, egyenlő, része és, érdekes, és nem nagyon megyek én ebbe szakmailag jobban bele. Kis példaként mutatom, hogyha az előző, szontra, átírjuk ezt a... Ing. Ahol nem adunk. kisebb Ing. SRC hegyenlő Ing. Aláhúzás 01.jpg. Vip hegyenlő húsz hely. Nagy 2 0 nagyobb. Alt. Egyenlő. Mondjuk azt mondom, hogy... Maska köröm. I. O. Napok. I. A. Nagyobb. Nfok. Maska Control. egy mentést, elmentettem. A böngészőben még mindig itt van ez a furcsaság. Lass, lassan, ugye, hogy... Galáhúzás, index kijelölt próba honlap minusz gó. Lass, úgy üdvözöli, lá, tűnik, hogy a következőről van szó, kettős pont, szomstrusztion a nef, home, Ha én ezt ráfrissítek, akkor már az ábra jó, lap, jó, jó napot kívánok. Lesz, tehát lesz egy szövege. Próba honlap, logó, navigálási főmenü, második címsor szín. Most már tudok ugrálni, ugye a H billentyűvel lehet egyébként a címsorokon ugrálni az R betűvel pedig a keresés, keresési régió, eset is a basi, hone hasiói főoldal első címsor szint. Üdvözöljük látogatóinkat, pont, pont, pont. Jó napot kívánok ábra. Tehát átíródott magának a képnek a címkéje. Nem az van rajta, hogy jó napot kívánok természetesen, de egyértelműen, ha már ennyit mondjuk egy weboldal készítő megtesz hogy ezekre a, a, mondjuk úgy, hogy képi elemekre legalább annyit fölír, hogy mondjuk mi a funkciója, vendégkönyv, egyszerű logó, akkor tulajdonképpen ezzel már elősegítette azt, hogy a látássérültek gyorsabban tudjanak közlekedni, vagy legalább információt kapjanak arról, hogy mi lehet ennek a funkciója. És ugye a honlap akadálymentességnek, és körülbelül van azt hiszem kettő darab percünk, ha jól számolom, Igazából ez a lényege. Az akadálymentesség a webes felületen négy részre bomlik, amit ugye most már szabványá is minősítettek, ugye izó szabványá, vagy WCAG-nek is hívjuk, de hát a legfontosabb része mégiscsak az a használhatóság. Ugye beszélhetünk szakmailag arról, hogy szintaktikailag jól megvan írva a kód, jól megjelenik, stb. stb., de a lényege igazából konkrétan ennek az, hogy, az akadálymentesség egyik legfontosabb része, legalábbis az informatikában ugye mindenképpen, de talán akár máshol is, hogy ez használható legyen. Tehát azokat a célokat, vagy azokat a, a különböző szolgáltatásokat egyenlő eséllyel, egyenlő formában, egyenlő mértékben el tudja érni az ember. Egy képernyőolvasóval láttuk az előbb, illetve hát hallottuk, Jóval lassabb földolgozni ezeket az információkat, és még egyetlen egy menüpontot sem választottunk ki, csak felfedeztük magát a képernyőt, vagy magát a weboldalt. Ha ezekhez különböző segítő, ahogy a billentyűzetet segítő elemeket építünk be ezekbe a weboldalakba, akkor tulajdonképpen ezzel meggyorsíthatjuk. Ha ezt még egységesé is veszük, hogy a fő tartalom az az első címsor szinten van és onnan prioritásban ö, haladunk lefele a, a második, harmadik, negyedik címsorig, és jól bestruktúráljuk ezeket. Az nem csak a nak egyébként a kereső robotoknak is ez ö, ö, igen hasznos lehet, hiszen segíti a, magát a, a, a tartalom felfedezését, hiszen hogy a legfogyatékosabb felhasználója az internetnek az maga a keresőrobot, tehát se hal, se lát, se ért, de mégis ezt használjuk. Ami Google-val nem elérhető, azt mi nem is szoktuk elérni, mert hát az ember az ilyen gyarló, és magát a kereső robot hata használja. Én szakmailag nem is szeretnék ebben részletesen belemenni, meg ahogy látom, akkor már az időnk letelt. Én köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy, hogy egy kicsit talán így sikerült rávilágítani az akadálymentesség mondjuk úgy, hogy látássérült szempontból gyakorlati megvalósítására is.

Jó, elvileg akkor én lementem. Ennyi időbe tellett, mire megtaláltam a gombot, pedig egérem ilyen egyszerű lehetne. És akkor én köszönöm a figyelmet.